Gárdonyi valódi személyiségének fölfejtésére. Vajon igazak azok a történetek, ami szerint nőgyűlölő volt, mogorva öreg úr, aki egri remeteként élt magányosan? Mindig unalommal néztem azokat az írásokat, amelyek így kezdődnek. Születtem. Most magam is írjak egy ilyet. Azonban, hogy ezzel az üggyel töntem meg a pipámat, akaratlanul is ez füstölgött ki belőle. Voltak éppen minden embernek meg kellene írnia a maga életét. Mert nincs érdektelen élet, és nincs haszontalan életleírás. Minden életnek megvannak a maga nagy tanulságai, mint ahogy a leghitványabb gabonakévéből is pereg egy halomszám. Ablakom alatt egy napszámos dolgozik, némely virágomat, tulipát, íriszt ültettem át a kihasznált földből új földbe, mert amabban már nem fejlődnek tovább. A napszámosom imént fordított ki ide egy talicska földet. Mi egy talicska föld? Ha eső esik rá, egy csomó sár. Ha napsüt rá, egy csomó por. Merőben értéktelen semmiség. De nem értéktelen. És nem semmi, ha magot vetek belé. Az írónak adott az Isten halott feltámasztó erőt, de bezzeg nem trombitát. Szálanként, szemenként kell összeszedni a kevés maradványt, hozzárajzolni, hozzáalkotni a hiányzókat, a természettudósok számításával megalkotni egy lábnyomról az egész testet, saját lelkünkből lehelni belé egy részt, hogy felébredj. Egerbe telepedett le, ez biztosította számára, ez a hely az alkotáshoz szükséges nyugalmat. Itt születtek a regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Te fiatal vagy, és nincs pap a világon, aki bennünket összeesketne. Éva, nem éreztél engem mindig testvérednek? Hm? Nem azt érzed-e most is mellettem? Idegen vagyok én neked? És ha te, téged a pap hiányzása búsít, nem bízol-e bennem, hogy addig, míg megesküdhetünk, úgy oltalmazlak, hogy a galambszárnyú Szentlélek se jobban? Ha te akarod, én a kezedet se fogom meg, és az arcodat se csókolom meg, amíg a pap el nem mondja ránk a szent áldást. A láthatatlan emberről elolvastam Thierryt, Fesslert, Priscos Rétort, s Attila kiemelkedett előttem a múlt ködéből. Alakja óriássá nőtt. Priscos különösen megragadott. Szinte önként kínálkozott a gondolat, hogy egyik szolgáját teszem meg ablaküvegül, s azon át mutatom meg a hunkornak mozgalmait. Az Isten rabjai nekem a legszebb regényem. Az egri csillagok a legjobb regényem. És a láthatatlan ember a legkedvesebb regényem. Nem csak a kertészkedés volt a hobbija, fantasztikusan rajzolt, festett, kiválóan hegedült, és olykor cigány primás barátjának, Dambó Pistának nótaszövegeket is írt. Hitelpajtást nem érdemes szeretni, boldogságot leány szívben keresni. A szerelem bánat tengerhajója, pokolpartján köti ki a hajtója. Azért teremtett az Isten benyigét, hogy könnyebben megérthessük az igét. Láma pap még az oltárnál is iszik, mert különben az ördögök elviszik. Aki iszik, azt az Isten szereti, mennyországi szőlőjébe vezeti. Csak hogy ezt a feleségem nem hiszi. Ha berúgok, a szűrömet kiteszi. Évtizedekig őrizték titkos írással írt naplóját az Egri Múzeumban. A családtagjai sem tudták megfejteni, hogy mit is jelentenek ezek a titkos betűk. Tibetűknek nevezte őket, ezért arra gyanakodtak, hogy a tibeti írásra utal. Egyébként sokan próbálták megfejteni, végül az Egri Múzeum fölhívására 1969-ben 22-en jelentkezte tudósok és amatőrök, hogy megfejtsék ezt a titkos írást. Ezek persze nem a nőgyűlöletéről és mindenféle okkult praktikákról szóltak, amivel vádolták, hanem az írásról, a művészetének a lényegéről fogalmazott meg ebben gondolatokat. Napló. 1913. július 8. A pozsonyi temetőben egy fiatalembert találtak, pisztolyhebert mellette. A mellén seb. Mellette egy könyvem, s rajta ceruzával ez a jegyzet. Ez a könyv csak nem visszatartott az öngyilkosságtól. Nem írta az újság, hogy melyik könyvem volt az.
de én mindjárt arra gondoltam, hogy ha ez a könyv csak nem visszatartotta a maga meggyilkolásától azt az embert, írhatnék talán olyan könyvet, amely biztosan megtartja sokakban az életet, hiszen csak azt kell megvilágítanom, hogy a fantázia zavarja meg a halálra keseredettek elméjét. A házasság rózsás iga. Aki belé dugja a fejét, véli, hogy rózsákba dugta. Rózsák leperegnek, lekopnak, s az iga marad. Józan szemmel ez tisztán látható, és voltaképpen nem házasodik senki, hanem egy nőt veszel. Anuska nagyság, utoljára látjuk egymást. A hideg futott rajtam végig. Anuska nagyság, folytatta szívet rázó hangon. Kegyed azt mondta, hogy apáca akar lenni. Úgy van, feleltem elapadt lélegzettel. Balogh úr búsan folytatta. Hát elhatároztam, hogy én is lemondok a világi életről. Ha kegyed apáca lesz, én meg beállok barátnak. Majd elájultam. Szemem előtt elsötétült a világ. Áldja meg az Isten. Szólt reszkető hangon, és megfogta a kezemet, hogy megcsókolja. Nem tudtam egy hangot se felelni. Csak fogtam erősen a kezét, azután magam sem tudom, hogyan történt, de átfogtam a nyakát a karjaimmal, átöleltem, magamhoz vontam a lelkemben is. Nem eresztettem el barátnak.